És aki itt van velünk, és gondoskodunk róla, hogy legyen hát elég levegő, de ne túl sok, az Dúró Dóra elnök helyettes a Mi Hazánk részéről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, ez biztató! Jó reggelt kívánunk, és a ma reggeli kérdezőtársunk a Népszava újságírója Árpási Bence. Szervusz, tévedet! Szervusz, szervusz, jó reggelt! Úgy érzem, van elég levegő, úgyhogy akkor vágjunk is bele az első kérdésbe. Itt már kollégák szobozták Novák Katalin kegyelmét is, hogy ezek a döntések mennyire nyilvánosak, vagy nem nyilvánosak. Ön lát arra valami fajta jogi esélyt, vagy bármilyen esélyt, hogy ez az indoklás ez egyszer nyilvánosságra kerül? Hát nagyon bízom benne, hogy legalább az indoklás nyilvánosságra kerül. Azért azt le kell szögezni az elején, hogy vérlázító az a döntés, amit Novák Katalin meghozott, és ezzel túl azon, hogy ez milyen üzenetet hordoz magában, mondjuk az áldozatokra nézve, a bűnelkövetőkre nézve, azért mégiscsak a legfőbb közjogi méltóságról beszélünk, és ezért magának az intézménynek a méltóságáról is azt is helyre kellene állítani. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy Novák Katalin azért nem hozza nyilvánosságra ezt az indoklást, mert egész egyszerűen erre nincsen magyarázat, vagy nincsen mentség. Nem lehet erre épeszű embernek, normális erkölcsi érzékkel rendelkező embernek magyarázatot adni, és csak súlyosbítaná azt a politikai válságot, amiben a köztársasági elnök került, hogyha nyilvánosságra hozná azt az indoklást. Tehát tud takarózni a törvénnyel, hogy a törvényi rendelkezések nem teszik számára lehetővé. És innentől kezdve nem is kell neki különösebben indokolni, hogy miért nem hozzá nyilvánosságot ott a törvény. Ezért például ezt a törvényt is meg kellene változtatni. Tehát egy ilyen óriási felháborodást kiváltó ügyben azért ezt a jogszabályoknak is követnie kellene, úgy gondolom, hogyha az emberek akarata egyértelmű, és ebben a helyzetben azért úgy látom, hogy egyértelmű. Nem nagyon találkoztam olyan, akár még fideszes szavazóval sem, aki ezt a döntést helyeselni. Tehát itt a köztársasági elnök döntése miatt kialakult morális válságra jogi választ is kell adni. És az, hogy Novák Katalin azután, hogy meghozta ezt a döntést, ez egyébként az ő akarata ellenére került nyilvánosságra, ezt is nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, ezután saját magát igyekszik beállítani áldozatként, és azt mondja éppen az ATV kérdésére, hogy ő ellene folyik valami politikai lejárató kampány, az egész egyszerűen szintén vérlázító, másrészt pedig, hogy azzal takarózik, hogy megosztó lenne a döntés, az szintén elfogadhatatlan, hát ha valami nem megosztó, hanem az egész társadalom egységben ez ellen van, akkor az ez az ügy. Ha erről indítottak volna nemzeti konzultációt, nekem meggyőződésem, hogy itt is 99% nemet mondott volna erre. Ugye a Mi Hazánk is parlamenti eszközöket választott itt a tiltakozásképpen egy ilyen törvénymódosítást, de a többi párt kezdeményezésével egyetértenek-e, mondjuk a megfosztási eljárással. Ugye van itt aláírásgyűjtésről szó, tüntetésről szó, felszólítják ugye Varga Juditot is, hogy ne legyen EP lista vezető. Ezek a módszerek hatékonyak lehetnek-e, vagy valami más úton, megoldásban gondolkodik még a Mi Hazánk? Hát jogi értelemben akkor tudjuk megelőzni azt, hogy egy ilyen még egyszer előforduljon, hogyha módosítjuk a jogszabályokat, aminek nagyon kis esélye van. Tehát azt látni kell, hogy egy fideszes kétharmados gőzhengerrel szemben azért az ellenzéknek a lehetőségei azok nagyon korlátozottak. Erre egy kis kaput kinyitott, amikor azt mondta, hogy erről lehet beszélni, hogy az indoklás nyilvános legyen. Reméljük, hogy ezt komolyan is gondolta. Láttunk már azért olyat, hogy mondtak valamit, aztán nem fogadták be a javaslatot, vagy sajátként nyújtották be. Minden esetre természetesen az a feladatunk, dolgunk, hogy ezeket a neuralgikus pontokat próbáljuk megorvosolni jogi értelemben is, és az pedig, hogy Novák Katalinnak le kellene mondania, az is szerintem azért jelen pillanatban biztosan többséget élvez ebben a társadalomban, hiszen olyan mély morális kérdésről van szó, még egyszer mondom, tehát gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekménynek falazó ember, ami az egész intézménynek, a köztársasági elnöki hivatalnak a morális méltóságát ássa alá. Tehát valamilyen módon neki visszakozni kellene ebből a döntésből, még ha erre ebben a pillanatban nincs is jogi lehetősége, de hát kétharmaddal ugye alaptörvényt is lehet módosítani. De azon kívül, hogy a Mi Hazánk abban reménykedik, hogy ebben egységes a magyar társadalom, bármilyen figyelemfelkeltő akciót, amiben ugye azért jó a párt és sok ilyet szervezet, már terveznek? Tervezünk. Mert ugye, ahogy így mondtuk, hogy azért vannak orgánumok, meg nyilván olyan társadalmi rétegek, hogy ez el se jutott esetleg ez a hír. Hát sajnos az információt igyekeznek elzárni, ugye a Fidesznek az egész hatalomgyakorlása lényegében erről szól, hogy ne jusson el az emberekhez. Ugyanakkor én úgy látom, hogy ez most azért átvitte az inger küszöbét nagyon sok embernek, és fideszes szavazók millióihoz is bízom benne, hogy
eljutott, de azt mindenképp mondhatom, hogy azért nem végeztük el a dolgunkat még ebben az ügyben. Szeretnénk ilyen akciókat tervezni, csak még nem készítettük elő olyan mértékben, hogy arról most egy konkrétumokat be tudjak számolni, de még a jogászaink is vizsgálják több aspektusból is, hogy mit lehet tenni, illetve a kommunikációs és a kreatív stábunk is dolgozik ezen természetesen. Erre fogok most rákérdezni, hiszen a párt elnöke Torockai László azt mondja, hogy persze a kormánytól nem független Novák Katalin egy homoszexuális pedofil bűntársának adott kegyelmet. Az a kérdés, hogy ha oda teszik ezt a jelzőt, hogy homoszexuális pedofil, azzal egyrészt nem mennek-e szembe az alaptörvénnyel, amely ugye az egyéb helyzet diszkriminálását is tiltja. A szexuális preferencia az ilyen, tehát hogy valaki homoszexuális vagy heteroszexuális. Másrészt pedig szűkítik azt a bűncselekményi tényállási társadalomra veszélyességet, ami a pedofília, hiszen azt mondják ezzel, hogy a heteroszexuális pedofília az kevésbé veszélyes. Nem ezt mondtuk. Hát ebben a konkrét esetben egy igazat írt le a pártelnökünk, hogy egy homoszexuális pedofil elkövetésről van. Miért kell különbséget tenni? Van szó. Az igazsághoz hozzátartozik az, miért hogy ebben az esetben... Miért kell külön Mert igaz. Igaz, de attól, igaz. De attól még a körülményekhez képest irreleváns. Önök emelték ki, ő írt egy viszonylag hosszú bejegyzést, amikor hát X-en lehet írni, önök emelték ki ezt az egy szót belőle, ebben a bejegyzésben nagyon sok minden szerepel. Nem emelte ki, az igazságot leírta, és szerintem ebben az ügyben is, meg egyéb ügyekben is, hogyha megoldást szeretnénk találni valamire, akkor fontos, hogy a teljes igazságot leírjuk. De és hát szerintem az megmondtam. Önmagában, hogy egy leírjuk az igazságot valakiről, azzal nem megtámadjuk. Tehát nehogy már még nekünk kelljen magyarázkodni azért, mert leírjuk az elnök igazságot. Elnök helyettes azt, hogy elmondtam, hogy miért emeltem ki. Hiszen a magyar alaptörvény tiltja a homoszexuális vagy heteroszexuális alapon történő diszkrimináció. De ez nem diszkrimináció, itt történt egy ilyen típusú bűncselekmény, ami igaz, hogy ez összekötik a homoszexualitást a pedofiliával, ami szerintem tűrhetetlen. És Andrishoz hozzácsatlakozva, bocsánat, azért Torockai László ott írt azt, hogy ez is az LMBTQ-val köthető össze, aminek hát így első ránézésre én nem látok túl sok közét, hogyha között ahhoz, hogyha történik egy ilyen súlyos bűncselekmény, akkor annak mi köze van az úgynevezett LMBTQ kérdéshez? Hát itt ebben az esetben homoszexuális pedofiliáról van szó. Erről az esetről írta le a pártelnökünk az igazságot, ezt még egyszer mondom. Az, hogy az LMBTQ egyébként milyen káros hatásokat fejt ki a fiatalokra, és egyébként az ilyen, szerintem a pedofilok esetében azért szintén próbálok nem túl erősen fogalmazni, mert nincsen korhatáros besorolás ebben a műsorban, de a pedofilokra is, hogy mondjam, bátorítólag hat, hogyha különböző aberrációkat propagáljuk, és azokat példaként állítjuk be, és azt mondjuk, hogy semmi probléma nincsen, hogyha valaki éppen kutyának érzi magát, meg nem tudom, minek érzi magát. Az egyik egy bűncselekmény, a másik pedig egy szexuális preferencia. Ez két teljesen különböző dolog. De hat egymásra nyilvánvalóan az egész társadalomban. De, ez az önfeltételezése. Hát nem csak az én feltételezésem, erről vannak tanulmányok, illetve, hogyha most nem csak a szexualitásról beszélünk. Az, hogyha valaki homoszexuális, nagyobb eséllyel lesz pedofil? Nem ezt mondtam, hanem az, hogyha a szexuális aberrációkat propagáljuk a társadalomban, ez hatással van, akár az olyan emberekre, akiknek mondjuk pedofil hajlamai vannak, mert kvázi normává válik, és úgy gondolhatja, relativizálhatja a saját bűn elkövetését, hogy ő is úgy gondolja, hogy ez csak egyfajta szexuális preferencia lehet, és ez a családokra is rendkívül... Pedofilia nem szexuális preferencia, az egy bűncselekmény, és önök összemossák a kettőt. Nem mossuk össze, én egy társadalmi hatásról beszélek, ön pedig arról beszél, hogy az egyik jogilag bűncselekménynek, vagy nem annak számít. Én arról beszélek, hogyha az embereknek valamit nagyon sokszor elmondanak, vagy valamit példaként állítanak, vagy olyan embereket mutogatnak, akár különböző felvonulásokon, akik, hogy mondjam, a közízléstől nagyon messze állnak, ez bátorítólag... Ez egy ízlésbeli kérdés, a másik egy bűncselekmény, ami megnyomorítja a Egy olyan ember, aki mondjuk úgy érzi, hogy ő gyerekekhez vonzódik, ő is azt gondolhatja, hogy hát ő normális, csak ő neki ez a szexuális. Csak egyet hadd tegyek hozzá, hogy fordítsuk meg, tehát hogyha nem lenne a kiskorúság határa ugye a büntető törvénykönyvben, és azt mondanánk, hogy nézzük meg azt, hogy vajon, hogyha betöltötték a 14 évet, akkor
nagyobb bűne az, hogy valaki heteroszexuálisként kiskorúhoz nyúl, vagy homoszexuálisként nyúl kiskorúhoz? Ez a kérdés. Én nem teszek e között különbséget, és úgy gondolom, értem, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett ilyen szexuális típusú bűncselekmények között nem lehet különbséget tenni. Attól még, hogyha kimondjuk az igazságot egy konkrét bűncselekménnyel kapcsolatban, azt nem gondolom, hogy az bárkinek is a kárára válna, és nem mosom össze nyilvánvalóan azt, ami két felnőtt ember között történik, mondjuk önkéntes beleegyezése alapján, mint hogy valaki egy gyereket kényszerít mondjuk ilyesmire. Tehát jogi értelemben persze, hogy különbség van a mai magyar jogrendszerben e között, csak a társadalmi hatásokra igyekeztem felhívni a figyelmet. Azért ezek a kijelentések, amiket itt ön mondott most itt az előbb, és most itt ön el is határolta a kettőt, mégiscsak azt sugallják, hogy önök különbséget tesznek. Nem így direkten, de azért úgy bújtatva. De az egész LMBTQ kérdés az meggyőződésem, hogy egy ideológia. Tehát itt szerintem nem arról van szó, hogy bárki is arról azért küzdene, hogy ezeknek az embereknek legyenek jogaik, és hogy ők szabadon szerethessék egymást. Ezek üres, szép szólamok. Valójában a társadalom elleni, a család intézménye elleni támadásról van szó, azért, hogy a fogyasztói társadalom minél jobban ki tudjon teljesedni. Nagy kihívás ez továbbra is, hogy fújjuk ezt a gondolatot, de olyan nagy kihívás nincs más, mint az uniós csúcs, ahol született egy olyan döntése a miniszterelnöknek, amit önök is kifogásolnak, ugye? Miért? Az ukrán pénzügyi támogatásra gondol. Hát azért, mert szerintünk, amikor ilyen állapotban van Magyarország, akkor nem azzal kell foglalkoznunk, hogy Ukrajnát segítsük meg, akik ráadásul továbbra is semmibe veszik a magyaroknak a legalapvetőbb kisebbségi jogait is. Tehát nagyon örülnék neki, hogyha Magyarország meg tudná menteni akár Ukrajnát, akár más országokat a világban, de nekünk elsődlegesen azzal kell foglalkoznunk, hogy a magyar embereknek a jóllétét és biztonságát tudjuk garantálni. És ezért is ellenezzük azt, hogy Orbán Viktor a magyar adófizetők pénzéből is, az EU-n keresztül, de mégis belement abba, hogy Ukrajnának támogatást nyújtson Magyarország. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt meg tudjuk tenni. Másrésztről politikailag sem értünk egyet ezzel, túl azon, hogy a finanszírozási részét ellenezzük, hiszen az az álláspont, amit akár Ukrajna kapcsán képvisel a magyar kormány, hogy csak a korábbi kisebbségi jogok biztosítását kéri, az szerintünk kevés. Ukrajnáról átugorva most kicsikét Svédországban, mi az mozgalom ellenzi a svéd NATO csatlakozást, mondván, hogy ez kiszélesíti a háborút. Na de pont a NATO az egy védelmi szövetség a definíciója alapján. És Stockholm azért akar csatlakozni a szövetséghez, mert hogy fél az orosz agressziótól, zárója bezárva pár évvel ezelőtt Oroszország egy nukleáris támadást szimulált Stockholm ellen. Ez azért elegendő ok lehet, úgy gondolom, a svédeknek, hogy hát ne is féljenek, de azért tartsák szárazon a puskaport. Igen, azt fontos itt is hangsúlyozni, hogy a Mi Hazánk mozgalom kezdettől fogva és következetesen a szavazásokon is ellenezni fogja, és ellenezte Finnország csatlakozását is, és Svédország csatlakozását is. Az álláspontunk tehát kezdettől a végéig egyértelmű, világos, és nem változik meg, szemben azzal a szappanoperával, amit a kormánypártoknak a különböző képviselői ezügyben is bemutatnak, tehát egész egyszerűen nevetséges, amikor igyekeznek durvábban beszólni Svédországnak játszmát játszani, aztán mindenki tudja, hogy a vége az lesz, hogy megszavazzák Svédországnak az Európai Uniós csatlakozását. Szerintünk ez azért veszélyes, mert a világháború irányába tett újabb lépés. Tehát volt egy nagyon kényes egyensúly Európában, Ukrajnában is egyébként, és Svédország és Finnország függetlenségével is, ami egyébként 200 éve fennáll, tehát nem egy új intézményről beszélünk, és ez most megbomlik. És milyen jól bejött ez az ukrán függetlenség, ez visszatartotta Oroszországot a támadástól. Ugye Novák előd azt mondta, hogy ez a semleges zóna garantálhatja azt, hogy ne eszkalálódjon a konfliktus. Lám, Ukrajna nem volt sem NATO, sem uniós tag, és hát nem garantált semmit, sőt. Hát nem feltétlenül kell úgy tekintenünk, hogy ez a háború aznap kezdődött, amikor az orosz tankok bevonultak mondjuk Kelet-Ukrajna területére, tehát ennek ezért nagyon hosszabb, sokkal hosszabb múltja van, és az amerikai beavatkozás sem szabad elfelejteni Ukrajnában, amikor lényegében pucsot hajtottak végre. De hogyha most egy picit ebből a Ukrajnában a Majdan forradalmat, azt egyértelmű pucsnak lehet tekinteni, de amikor, hogyha egy picit most ettől a
egyelőre még helyinek tűnő, hál' Istennek helyinek, ez sem jó nyilván, hogy helyi konfliktusok vagy háborúk kialakulnak, de egyelőre helyi háborútól eltekintünk. Azért most már egyre szélesedik a Közel-Keleten is a konfliktus, és egyre jelentősebb katonai erővel rendelkező országok lépnek be fegyveresen is ezekbe a háborúkba, ami nagyon-nagyon vészjósló jel. Tehát most már minden egyes döntésnél azt kell mérlegelni, hogy ne alakuljon ki a harmadik világháború, ami felé egyre inkább megyünk, és az Magyarországra nézve is, meg hát az egész emberiségre nézve mondhatjuk, katasztrofális következmények. Köszönjük szépen, elnök helyettes asszony, hogy itt volt, és az értő kérdéseket is. Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. Köszönöm.